Köszönöm szépen Rász tanár úr bevezető szavait. Ez, amit említett, ez az amerikai út, hogyha már így vezetett föl, ez olyan régen volt, hogy már teljesen fakó emlék, azt lehet mondani, de úgy tűnhet a hallgatóságnak, hogy ez most történt. Hát 2002-2003-ban voltam. Köszönteném egyébként itt a feleségem mellett, ő is eljött ezt az előadást meghallgatni, még volt biológia testnevelés szakos tanárom általános iskolából. Úgyhogy mondom, hogy ő is megtisztelte az előadást, gondolom nem tudta, hogy itt ki fog előadni, de vagy tudta is. Úgyhogy én köszönöm szépen, meg a hallgatóknak is, akik erre az utolsó előadásra eljöttek. Remélem, hogy nem úgy fognak fölállni, majd fél órát kaptam Rász tanár úrtól, nem úgy fognak fölállni, hogy semmi értelme nem volt ennek a záró előadásnak, hanem valami újat is esetleg még hallanak. Ugye borokról hallottak előadásokat, szándékosan került a végére, nem azért, hogy ezt több hallgató esetleg kihagyja, hanem azért, hogy már előtte egy gasztronómiai esten is túlesett a társaságnak remélhetőleg javarésze. Ott borokat is kóstoltak, ehettek is többféle különleges finomságokat, és hogy akkor próbáljuk összefoglalni, Rász tanár úr mondta itt a végén, hogy mit együnk, mit igyunk. Ezt kéne a végén majd megválaszolnom. Nem olyan könnyű ezt egyébként megválaszolni, de ezt Rász tanár úr tudja legjobban, azért tette föl ezt a kérdést, hogy ez legyen a címe az előadásnak. Mit együnk, mit igyunk. Úgyhogy majd hívják föl a figyelmemet a végén, hogyha akárha becsönget Rász tanár úr, hogy letelt a fél óra, akkor nyugodtan hívják fel a figyelmet, hogy próbáljam már meg azért majd ezt a kérdést úgy megválaszolni. Hát úgy közben úgy utalgatok én, de hogy a végén azért akkor foglaljam össze, hogy mit gondolok. Minden esetre a címünk, ez a táplálkozási ismeretek, egészséges táplálkozás. Napjainkban ugye tele vagyunk reklámokkal, bombázva vagyunk, és mit higgyünk el, elhiggyük-e egyáltalán, hogy kezeljük ezeket, és akkor ez alapján próbáljunk meg ugye egészségesen élni, és az egészséges életünk része az, hogy tudjuk azt, és tudatosan tudjuk azt, hogy mit akarunk, és mit eszünk, mit iszunk. Rásztán hozzáteszi természetesen, ugye ő azt mondja, hogy bort igyunk. Én azt válaszolom rögtön, és akkor így, hogy mértékkel. És azt kérdezi Rász, hogy mit együnk, azt mondom, hogy mindegy, de mértékkel. Tehát gyakorlatilag ez már azért úgy egy kicsit rebesgeti, hogy mire gondoljunk. Rász tanár úr mesélte nekem, és elképzelhető, hogy a hallgatóknak is mondta, hogy ezt, hogy borból például, hogy mennyit szabad meginni. Hogy ne legyünk alkoholisták. Tehát, mert ugye, hogyha túl sokat iszunk, az az alkoholhoz vezető út. És azt mondja, biztos, voltak itt több előadás is, hogy egészséges a borfogyasztás. Hát, máshol meg azt halljuk, hogy új-új, alkoholos ital, és ezzel vigyázni kell, jaj. Hát, egészséges, mondjuk azt kismértékben fogyasztva, na most akkor hazarohannak azok a hallgatók, akik sose kóstolták, és gyerünk, akkor meg kell kóstolni, mert azt mondták, hogy ez egészséges. Annak egészség az, hogy jól kell, hogy essen. Tehát nem az, hogy az egy deci bor elfogyaszt, és azt megiszom el, és akkor fú, most egészséges vagyok. Hát attól még nem. Tehát az egy deci bort elfogyasztom valami étel után, lásd a gasztronómiai est, elfogyasztom, és szóval, hogy ez most nekem jól esett. Megnyugszom, és jól alszom, mondjuk ezt. De erre azt válaszolják néhányan, hogy jó, de nekem jól esik, hogy még egyet meginnék, meg utána még egyet, és akkor hát hol a határ? Hol nem leszek én alkoholista? És Rász tanár úr mondta nekem egyszer, illetve már több előadótól is hallottam, tehát nem őt akarom ebből belekeverni, hogy van egy olyan hallgatólagos mérce, hogy 2-3 decibor naponta valaki 2-3 decibort elfogyaszt, az nem alkoholizmus még, de van egyéni érzékenység is,
Vannak olyanok, akik jobban bírják, vannak, akik kevésbé. Ez egy ilyen átlagérték. Tehát 2-3 decibel. De most ez nem azt jelenti, hogy sose ittam, és gyerünk, mert 2-3 decibel, és az egészséges lesz, és igyam. Nem. De azért attól még ne féljek, hogy jól esett ebéd után az a kis pohárka bor. Ugye az egy pohár bor az 1 deci, tehát nem vizes pohárból isszuk, ez már többször elhangzott itt. És akkor azzal nem lesz probléma. Tehát így azért kicsit esetleg nyugodtabbak azok, akik emiatt aggódnak, hogy miket mondanak esetleg bizonyos orvosok. Na, de visszatérve akkor arra, hogy nekem inkább azért arról kéne, hogy mit eszünk és mit együnk. Van én néhány alapfogalom itt összefoglalva, hogy a táplálkozás tudományban a hallgatók eligazodhassanak. Az előadás anyaga az letölthető lesz a megfelelő oldalról, és ezt át tudják tanulmányozni, de nem különösebben tudom én, fontos, de néhány dolog itt össze van foglalva, ezeket nem fogom felolvasni természetesen. Na itt van, hogy körülbelül mire számítsunk, tehát élelmiszerek összetételénél. Egyrészt miért kell ennünk? Miért eszünk? Hát jól esik, ugye? Jól esik? Tehát azért eszünk, mert éhesek vagyunk, jól esik, eszünk. De miért van erre szükségünk? Hát értelemszerűen ugye a biokémiai folyamatainkban ugye szükség van egyrészt energiára, meg szükség van a testünk építéséhez bizonyos anyagokra. És ez gyakorlatilag a táplálkozásunk során jut be. Hát mondhatnánk, ilyen egyszerű az élet. Hát nem. Tehát azért sok problémánk van, ugye sok mindennel szembesülünk nap, mint nap, sok gondot kell az embernek megoldani, de valahol az élet az biokémia, és a biokémiai folyamatainkat a táplálkozásunk során tápláljuk energiával. Meg olyan anyagokkal, amik mondom aztán, amiből felépül igazából a szervezetünk. Milyen energiaadó tápanyagok vannak? Zsírok. Utáljuk a reklámokból, igaz? Utáljuk. Zsír? Fúj. Szénhidrát? Fúj. Fehérje? Hát tudom, én mondjuk gondolok a vegetariánusokra, fú, de utálom, tehát hogy hús nem akar, tehát na, tehát talán a fehérje az, amit úgy annyira talán nem utálunk esetleg, de az összes többi, hogy fú, hát ez borzasztó. Hát én mondom, hát nem borzasztó, hát ezek a tápanyagok. Majd visszatérünk rá, hogy mégis hogyan kezeljük ezeket az anyagokat. Minden esetre például, ha már Amerikát szóba ejtette Rácz tanár úr, hát képzeljék el, hogy mennyire emberbutítás is zajlik azért a média által. Hát ott már 20 évekkel ezelőtt a vizes palackra rá van írva, hogy fat free. Tehát zsírmentes. És ki nem tudnák eladni. Tehát gyakorlatilag ez, az, hogy ugye zsír, hú, ez borzalmas, tehát így beadták az embereknek, és a vizet nem lehet úgy eladni, ha nem lenne ráírva, hogy ebben nincs zsír. Hát valamit kellett helyette adni. Tehát ugye szüksége van energiára a szervezetünknek, tehát energiaadó tápanyag. Szüksége van energiára, ha nem zsír, hát valami más. Na most hát Amerikában mit tapasztaltam? Hát a legelső ilyen borzalmas tapasztalat volt, hogy szereti ugye a magyar ember a sonkát, meg az ilyen magyaros dolgokat. És akkor bemegy az ember, hú, gyönyörű szép sonkák a polcon, választ, abból kérek. Hát így próbálgatja. Hát 95%-a a sonkáknak számunkra azt mondom ehetetlen, ilyen úgynevezett honey hem, ez a méz sonka, ott van benne abba is a cukor. Tehát beleáztatva a cukorba, a szénhidrátba. És ezt aztán mindennel tapasztalja az ember, tehát magyarul arra akartam kiadni, hogy a zsír helyett, hát akkor megcukroznak mindent, és megcukroztak mindent. Hova vezetett ez? Ma az amerikai lakosságnak a 50%-a cukorbeteg. A
túlsúlyosak az emberek, de nem úgy, mint nálunk. Tehát olyat képzeljenek el, hogy mit tudom én, kétszer olyan széles egy ember, mint én. Én sem vagyok egy keskeny valaki, de kétszer ilyen széles ember. És az még ott egy olyan normál méret. Tehát, hát jól éreznénk magunkat kint ilyen tekintetben, hogy aki egy kicsi túlsúlyjal küzd itt Magyarországon, kimegy, és akkor ott ő lenne, azt lehet mondani a király, hogy hú, hát tőle kérdeznék meg, hogy hát mi a receptje ennek. Hát minden esetre szénhidrát. És hát a fehérje, ugye energiaadó is, de nézzék csak, az szerepel az építő tápanyagoknál, és természetesen az izom, az egyéb építő anyagaink is, de mondjuk az izom, mondom közvetlenül, ezt azért mindenki tudja. Fehérje molekulák, ugye a enzimek alkotói, tehát az tényleg ott van, hogy életszám nélkülözhetetlen anyagok, ezt bizton állíthatjuk, és építő tápanyag is, nem csak energiát, tehát energiát is tud adni. Hát fogyókúrások panaszkodnak is. Fogyókúrázik valaki, arra adja a fejét, mindenkit próbálnék lebeszélni a fogyókúráról, hanem próbáljuk megelőzni a fogyókúrát, de ha már arra adja valaki a fejét, táplálkozás tudós legyen a talpán, hogy fogyókúrába kezd. Hát fogyókúrások panaszkodnak arról, hogy hát elkezdi a fogyókúrát, adja le a súlyt, és valahogy az izmai kezdenek el fogyni, és nem pedig a zsírpárna fogy. Hát milyen a mi szervezetünk? Csodálatos egyébként. Arra készül föl, hogy a biztonsági tartalékához csak a legvégén nyúljon. Magyarul először a izom az nem annyira fontos, abból veszünk el, azt égetjük el. Tehát először az izmot kezdi el lebontani. Na, lehet azért ez ellen tenni, megmondom, hogy sport. Tehát ha fogyókúrázik valaki, mocorogjon is. Tudom, hogy rossz ezt mondani, mert inkább mennyivel jobb a tévé előtt ülni és úgy fogyókúrázni, de hát amúgy lehet így is, hogy esetleg sportolunk, és úgy fogyókúrázik, és mondtam, hogy táplálkozás tudós legyen a talpán, aki fogyókúrázik, mire kell figyelni? Kevesebb tápanyagot vigyen be, kalóriát, kevesebbet, mint amennyit elhasznál. És akkor szépen fogyni fog, ha még mellette sportol, és akkor reményei szerint nem az izmait kezdi el leépíteni, hanem a zsírpárnájából fogyaszt egy kicsit. Tehát igazából ez a másik. Viszont ott nem megfelelő a táplálkozása. Azért mondtam, hogy táplálkozás tudósnak kell, tehát fogyókúrázom, nem megfelelő a táplálkozásom. A táplálkozás nem csak azért van, hogy energiát adjon, hanem nagyon fontos ásványanyagok, vitaminok, stb. Jutnak be így a szervezetünkbe. És ez nem jut be. Nem jut be megfelelően, tehát ezeket pótolni kell. Kötelező. Tehát fogyókúrázni csak úgy lehet, hogyha ezeket valaki pótolja. Tehát azért mondtam, hogy ez nagyon-nagyon nagy figyelmet igényel, és most csőstő minden, mindenki fogyókúrázik. Hát megmondom egyébként, a reklámok zöme az átverés. Víz. Egyszerűen víz. Tehát olyan magas a víztartalma a szervezetünk, hogy 5 kilót fogytam, nem, csak víz ürült ki a szervezetemből, és leadtam 5 kilót, amit vissza is szedek, hogyha iszok végre egy kicsit, mert azért kell vizet is fogyasztanunk, nem csak ennünk kell. Tehát itt vannak ugye ezek a védő tápanyagok, vitaminok, már említettem, ugye mikroelemek. Makro tápanyagok, tehát amik nagy mennyiségben jutnak be a szervezetünkbe, szükségesek, és akkor láttuk azt, hogy egyrészt energiát adnak, másrészt esetleg építő anyagok, mint a fehérjék. Na most a kérdés az lehet, hogy akkor miért utáljuk, nem utáljuk egyébként, vagy ne utálja senki, de miért utáljuk a reklámok miatt a zsírt? Hát egyszerűen azt kell tudni a zsírról, szalonna, zsíros kenyér. Finom egyébként, tehát kár megvonni magunktól, tehát ne azért együnk, hogy éljünk, hanem élvezzük. Tehát ez az embernek egy élvezeti forrás, ezt ne felejtsük el. Tehát az, hogy egy jót eszik, és hozzá egy persze jót iszik. Tehát ez nagyon fontos. Tehát erre ezért kell figyelni, mit eszünk. Na most a szalonna jól esik, ehetjük. Csak arra figyeljünk,
hogy a zsír, mint tápanyag, dupla annyi kalória, pontosan dupla annyi kalória, mint a szénhidrát, vagy akár a fehérje. Tehát csak erre kell figyelni. Tehát nagyon szeretnék két karé szalonnát levágni. Hát egyet vágjak le. Tehát erre kell figyelni. Tehát a felét kell belőle. Gramra vetítve, tehát a zsír gramjára vetítve bizony, fele annyi mennyiség ad annyit, mint ha szénhidrátot vagy fehérjét fogyasztottam. Tehát mindössze ennyire kell figyelni. És egyébként nem kell más miatt félni a zsírtól. Ugye, hogy a érfalakra kirakódik, és érelmeszesedést okoz, meg magas lesz a koleszterin szintem. Nem attól lesz. Ha valaki változatosan táplálkozik, mértékletesen változatosan, genetikai hajlamot azért leszámítva, tehát egy átlagembert nézve, a koleszterin szintje egy normál szinten lesz. Na most vannak olyan emberek, akik genetikailag hajlam is, és a nagyapjának is, aki 90 évet élt, meg a nagyanyjának is, mindenkinek magas volt mindig a koleszterin szintje, akkor ott az a normál koleszterin szint. Tehát azért erre ezt tudom mondani. Tehát az nem egy olyan adat, amitől rettentesen félni kell. Legfeljebb egy kis figyelmet igényel. Ásványi anyagok vannak összefoglalva, Rász tanár úrnak egy ábra, hogy lásson itt különböző fontosabb, leginkább fémeket felsorolva, amik szükségesek ahhoz, hogy bejussanak a szervezetünkbe, tehát fontos ásványi anyagok. Ez a vitaminok mellett a másik olyan dolog, amit pótolni kell, ha valaki például fogyókúrázik, tehát nem megfelelően táplálkozik. Táplálkozási piramis, sokat láttam már. Mondhatom, hogy ez az, amivel én is egyet tudok érteni. Ezt úgy kell értelmezni egy ilyen táplálkozási piramist, hogy a leginkább ajánlott, fogyasztásra ajánlott élelmiszerek, amik a mindennapi étrendünk részét képezhetik, az alján vannak, tehát ez a szélesebb részen, és kicsit kevesebbet fogyasszunk a föntebb lévőkből. Most ez nem azt jelenti, hogy hú, mert olyat is hallottam, hogy nem szabad tejet inni. Hát én magám véleményem szerint a butaság, tehát hogy ne. Nagyon fontos kalciumforrás, zsírban oldódó vitaminok forrása, tehát hogy ne. Tehát kivétel ugye a tejallergiások, tehát ez egy másik téma, hogyha nem az átlag emberről beszélünk, hanem valamilyen betegsége van, valakinek valamilyen táplálkozási betegséggel benszenved esetleg. Tehát, és nézzük csak, nézzék már itt alul, mik szerepelnek. Hát azért mondtam, hogy én így választok. Megmondom miért, mert magyar módon gondolkodom. Magyarok vagyunk, Magyarországon élünk, itt is akarunk élni, remélhetőleg, minél többen. Hogy gondolkodjunk? Hát a itt elérhető élelmiszereket keressük. Magyarok szeretik a kenyeret. Sokan azt mondták, hogy hú, ez egy nagyon egészségtelen táplálkozás, hogy hát mit képzelnek a magyarok, hogy kenyeret esznek? Növényi tápanyagforrás, tehát ez egy növényi táplálék. Már mindjárt más megvilágításban, hogyha így beszélünk róla, tehát egy növényi táplálék. Sőt, beszélnek ilyenről, hogy teljes kiörlésű lisztből készült kenyér. Biztos hallottak róla. Hát nem újdonság, nehogy azt higgyék. Tehát régen, a régi emberek csak azt tettek. Mert csak az volt. Most a finomított lisztjeink vannak, amiben csíramentesítik a lisztet, és az ez a normál liszt, mondhatjuk. Tehát gyakorlatilag a régi ember, a régi magyar ember, az csak teljes kiörlésű lisztből készült kenyeret fogyasztott. Miért jó az? Hát a szénhidrátoknál szándékosan nem beszéltem, itt akartam róla beszélni. Hát van kétféle szénhidrát, én így mondom, vagy lehetne háromfélét is mondani. A szénhidrát táplálékaink azok főleg poliszaharidok.
Na most a poliszaharidok, hát ilyen nagy molekulatömegű kémiai anyagok, hát igazából két típusát ismerjük. Az egyik az, amit meg tudunk emészteni, lásd, keményítő, krumpli, ugye összekötjük, vagy kukorica, rizs, különböző gabonafélék, sok keményítőt tartalmaznak, magyarul szénhidrátot, és azt emészthető szénhidrátot. Az emészthető szénhidrátok mellett mindig vannak olyan poliszaharidok, amiket nem tudunk megemészteni. Ezeket nevezik ilyen rostoknak, növényi rost. Ezt is hallani, hogy rostban gazdag táplálkozás, az jó dolog. Igen, hát egy bizonyos határig persze, mert székrekedés a határa. Tehát így érthetik, hogy mi. Tehát ha rostban gazdag táplálkozás, és akkor ott a székrekedés. Tehát ha minél többet eszik valaki. Miért jó az, hogy emészthetetlen valamit eszünk? Hát valaminek jó. Jó a bélbaktériumainak. Ugye vannak a beleinkben hasznosan élősködő baktériumok, ezért mondják, hogy antibiotikummal vigyázzunk, mert az nem csak a rossz bacikat, hanem ezeket a jó bacikat is öli. A bélrendszerünkben ezek a különböző tápanyagok felszívódásáért, sőt, még bizonyos vitaminoknak a előállításáért is felelős baktériumok. Tehát nagyon fontosak az életünkben. És őnekik adunk vele táplálékot, illetve a rostban gazdag, tehát ezek a ilyenfajta poliszaharidok gátolják a zsírok, szénhidrátok, emészthető szénhidrátok felszívódását is. Tehát ha valaki például fogyókúrázni akar, mert olyan baja van, hogy a testcsúlyával problémája, de azért az élvezetet is szeretné, hogy ő mégiscsak szeret enni, akkor például a táplálkozására figyelhet olyan módon, hogy kicsit több nyersrost tartalmú élelmiszert fogyaszt, mint az előtt. Tehát egy út lehet. Van olyan, aki azzal küzd, hogy csont és bőr, hát ilyen is van, hát ha csont és bőr vagyok, akkor az ellentétes lehet. Tehát ott pedig a rostot kell. Tehát ezzel tudjuk befolyásolni olyan módon is akár, ha apró problémánk van, hogy a súlyunkkal, hogy akár mennyiségi változtatást nem is teszünk, csak egy kis minőségi változtatást ilyen módon. És nem csak a teljes kiörlésű kenyér jó, jó a másik is. A teljes kiörlésű kenyér az gazdagabb ilyen emészthetetlen poliszaharidokban, tehát ilyen rostanyagokban. Ezért mondják azt egészségesnek egyébként. Egészséges, mert a legtöbb ember azért a túlsúllyal küzd. És az ellen mondom egy lehetőség, bizonyos határig, ezt már említettem, és nem akarom újra mondani, mert majd ki fognak nevetni itt engem a végén. És eljutunk gyakorlatilag a végéhez, hogy akkor mire figyeljünk. Figyeljünk arra, hogy mennyi energiát használ a mi szervezetünk, ez korfüggő is egyébként. Ahogy öregszik az ember, egyre kevesebb a napi szükséges kalóriabevitel. Vannak ilyen táblázatok, majd itt is mindjárt látnak, sőt, oda is lapozhatok, hogy lássák. Tehát itt van életkorfüggő is, függ attól, hogy mennyit szeretünk mocorogni, ki kevesebbet, ki többet. És gyakorlatilag itt van, ja még nemtől is függ, a nőknek valamivel kevesebb a kalóriaigényük, mint a férfiaknak. Tehát gyakorlatilag, ha ezt megnézzük, akkor ott van, körülbelül ki tudjuk magunknak azt lehet mondani, számolgatni, hogy mi az a kalória, amire nekünk naponta szükségünk van. Tehát magyarul úgy állítsuk össze az étkezésünket, étrendünket, hogy változatos legyen, és a kalória bevitel az annyi legyen, amennyit felhasználunk. Ha változatosan táplálkozunk, akkor pedig a megfelelő vitaminok, ásványanyagok is bejutnak, és nem kell béres cseppet fogyasztani, meg nem tudom milyen vitaminokat, hanem fogyasszunk helyette, például mi mit igyunk, ami jó, magyar ásványvizet. Ne külföldit vegyenek. Hát, mit tudom én, tele vannak a boltok, ilyen San Benedetto ásványvíz például. Hát, én nem azt venném. Bármilyen jó magyar ásványvíz, hát ha már itt van a közel, akkor mondanám, hogy ilyen parádi
ásványvíz például, de több típusa van, nem feltétlenül a büdös lesz a kedvencünk, de van nem büdös fajtája is, természetes oldott szénsavval, nem kell dúsítani, tehát különleges ásványi alkotókkal. Tehát válasszunk valamilyen, miért mondtam ezt a San Benedettót? Tudják, biztos hallottak, vannak itt kémiások is, de a nem kémiások biztos is hallottak a nitrátról. Ugye a víz nitrát tartalmáról. Nitrát, hát kicsi gyerekekre kifejezetten ártalmas, felnőtteknél nincs kimutatható probléma. De azért olyan nem ajánlott a nitrátos vízfogyasztása még felnőtteknek se. Hát képzeljék el, ez a San Benedetto ásványvíz nitrátos. És akkor feltetnénk a kérdést, akkor hogy engedélyezhetik, hogy ez ott legyen a polcon. Hát van egy olyan szabály az ásványvizeknél, hogy ha természetes úton, mert egyébként az emberi tevékenységgel kerülhet a vizekbe, ugye nitrát, és az nem kellemes, hogy szennyvizet igyunk, azt nem szeretnénk. Hát olyan, hogyha a kőzetekből oldódik be. Na most ez tényleg ilyen, hogy a kőzetek, nitrátos kőzetekből oldódik be, hát köszönjük szépen, akkor se kérünk belőle. Tehát azért mondtam, hogy nem kell az, hogy nacionalisták legyünk, és azért mondjuk, hogy magyar ásványvizet, azért sokkal finomabb, sokkal jobb a beltartó, azért fogyasszuk a magyar ásványvizet, meg még olcsóbb is egyébként, tehát a San Benedetto az még ráadásul drága is. És nézzék majd meg, a címkéjén azért ezt tegyék meg, bármelyiket leveszik a polcról, több típusa is van mindegyikben, megtalálják a nitrátot. Valahogy nem adja ki, úgy látom itt ezt a ábrát megfelelően, tehát egy ilyen testtömeg index számítás lenne, de hát netről tudnak ilyet letölteni, nem tudom miért nem jeleníti meg az ábra. Ez nem probléma. Tehát igazából a testmagassággal szokták a testsúlyt ugye elosztani, és akkor úgy ezeket az értékeket besorolni. Én a túlsúlyos kategóriába tartozom egyébként, hogy így rám néznek, én a túlsúlyos kategória, ilyen alsó fele. Tehát úgy mondhatni, hogy majdnem jó. Tehát még éppen azt mondta Rász tanár úr így az óra előtt, hogy na, ilyen test, még éppen alkalmas vagyok arra, hogy akkor beszéljek-e a egészséges táplálkozásról maguknak. Hát mondtam, hogy rendben van, akkor vállalkozom erre, már több helyütt is tartottam egyébként. Különböző hallgatóságnak, tehát különböző, azt mondom, hogy különböző érdeklődési körű hallgatóknak. Ja, kiadta mégiscsak, mindegy. Tehát és itt vagyunk a végén tényleg, és akkor eszembe jutott, hogy milyen két kérdést kell megválaszolni. Úgyhogy még emlékszem a végén, hogy mit együnk, és mit igyunk. És akkor mit együnk, hát menjünk a Tesco-ba. Tehát ugye ez a kérdés, menjünk a Tesco-ba, vagy menjünk a piacra, vagy mit csináljunk. Hát ezt a kérdést elég nehéz megválaszolni. Most így már mindenki azért úgy össze tudja rakni, hogy mire figyeljen. Én azt mondom, hogy a ilyen nagy üzletláncok helyett esetleg, ahol csak lehet, próbáljunk helyi termelőktől bizonyos termékeket úgy megvásárolni. És ezt most nem azért mondom, hogy ott a másik helyen az nem lenne jó. De például gondoljanak arra bele, vagy gondoljak abba bele, hogy de veszek egy paradicsomot. Tehát veszek paradicsomot. Mindig az a legjobb, ha minél közelebbről kerül oda az én asztalomra. Nem kell annyit szállítani, nem kell permetezni, hogy még mindig szép legyen két nap múlva is, mert két nap a szállítás, amit tudom én Szlovákiába, hogy onnan hozzunk ide paradicsomot hozzá, nem tudom mi éjszakról, de onnan is lehet esetleg. Tehát rövidebb az útja, azonnal ott van frissen az asztalomon. A vitaminok, ásványok, minden a legjobb arányban ott lesz benne, mert azok csak fogynak folyamatosan. És akkor mi történik, mondjuk télen veszem a paradicsomot, de most már mindig lehet, bármikor. Vesszük télen a paradicsomot, igaz, hogy ilyen fűíze van, meg ilyen ropogós, meg nem tudom milyen, de ott van, és jó néz ki. Hát az hetekig akár tart, mire eljut az asztalunkra.
zölden leszedik, bepermetezik pirosítószerekkel, kémia, ki kell tartani az úton, szépnek kell maradnia, és pont arra a napra, amikor megérkezik a mi kis üzletünkbe, vagy nagy üzletünkbe, akkor a szép piros lesz. Hát el lehet képzelni, hogy mi a jó. Ezekben még vegyszermaradványokkal is sajnos számolni kell. Mondom, az a jó, hogy a helyi termelés. Most megint nem nacionalista vagyok. Tehát helyi termelő. Ez csak azért jó, mert a mi érdekünk. Hát azért is persze, hogy a helyi munkaerő, de erre nem kell figyelni. Nem egy ilyen világban vagyunk, ez a globális világ nem ezt hallgatja. Egyszerűen arra figyeljünk, hogy az finomabb lesz, és egészségesebb lesz. Ez lenne a zárszavam, hogyha szabad ilyet mondani. És akkor köszönöm szépen mindenkinek, akik eljöttek a figyelmüket.